Már javában tart az idén 25. alkalommal megrendezett könyvfesztivál a Millenárison. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő rendezvénye. 25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós, művész részvételével kulturális programok sokaságát kínálja az esemény. Író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvbemutatók, kerekasztal beszélgetések, koncertek és kiállítások várják az érdeklődőket. Nem véletlen tehát, hogy majdnem minden kiadó erre az alkalomra időzíti a friss és ütős megjelenéseit. A Móra Kiadó könyvfesztiválra megjelent újdonságainak talán egyik közös nevezője, hogy nem a legfiatalabb korosztályt célozzák meg, vetettem fel Dávid Ádámnak, a kiadó szerkesztőjének. Így igaz, a Gömb című kötetet 12-13 év fölöttieknek ajánljuk. Egy nagyon izgalmas sci-fi-ről van szó, nevezhetjük akár disztópiának, negatív utópiának is. A Pityikés Prém egy fantasy kalandregény, szintén 12 éven felülieknek. Ezt a két könyvet együtt fogjuk bemutatni április 21-én 18 és 19 óra között a Kner Imre teremben, a D épületben, és várunk mindenkit szeretettel. A Sortalanságot pedig ugyanezen a napon 15 és 16 óra között fogjuk bemutatni ugyanott. A Sortalanság pedig igazság szerint több korosztálynak is ajánlható. Mi elsősorban a gimnazistákat célozzuk meg vele, ugyanis ez a magyar irodalom remekeinek sok kötelező vagy ajánlott olvasmánynak a paródiáját tartalmazza. Egyébként a VIP című korábbi kötetünknek a párja, ami világirodalmi paródiákat tartalmazott. Milyen további programjaik lesznek még a könyvfesztiválon? Szintén szombaton déltől egyig a Könyvtáros Klubban, a B épület emeletén a képes regényeinkről is, ez egy az utóbbi években világszerte önálló műfajjá vált, ez a képeket és szöveget egyforma hangsúlyjal kezelő, elsősorban kiskamaszokat megcélzó könyvtípus, és a Móra Kiadó is most már másfél-két éve egyre több ilyen könyvet jelentett meg, ezekből nyújtunk egy válogatást Szabó Csilla kolléganőmmel. Aztán lesz egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés Lázadó Lányok címmel. A tavalyi évünk talán legsikeresebb kötete az Esti Mesék Lázadó Lányoknak című kiadvány volt, 100 különleges nő történetét mutattuk be ebben a kötetben. Egy ehhez hasonló kötet készül most már nagy erőkkel, és a könyvhétre fog megjelenni. Ennek egy előzetes bemutatása is lesz ez a kerekasztal beszélgetés. Magyar Mesék Lázadó Lányoknak lesz ennek a kötetnek a címe, amelynek két szerzője is jelen lesz, Mitya Uzsányi Mónika és Szabó T. Anna. Ezen kívül lesz két nagyon izgalmas gyerekprogramunk, már hagyománynak tekinthető, hogy Jékovács Judit kerekítő manó zenés mesemókát tart a Millenárisban, ez a D épületben lesz a gyereksarokban, és ugyanitt lesz a Mesék Örök Mozgóknak című sorozat interaktív bemutatója is a szerzővel Balázs Ágnessel. Amit még mindenképp szeretnék megemlíteni, hogy egy tavaly indult új sorozatunk, a Pink, ami kiskamasz 10-14 éves lányoknak készülő sorozatunk, a Pink bemutatója is lesz, ahol elsősorban az új kötetről, a Menőcsajok klubjáról fogunk beszélgetni, de szóba kerül azért a másik sikeres sorozatunk is, a LOL, amely 14 éven felüli lányoknak szól. Ez milyen sorozat, tehát erről mit lehet tudni? A LOL ugye egy angol kifejezés, a Laugh Out Loud, tehát hangosan nevetni, és ez az egyik legsikeresebb sorozat a Móra Kiadónak. Most már a 23. kötet jelent meg Ninja Lány címmel, elvarázsolva a kamasz lányokat országszerte. Egyébként nekik lesz külön piknik is, méghozzá vasárnap 22-én 3 és 4 óra között, remélhetőleg jó idő lesz, és akkor kint a Millenáris Kepén, hogyha kevésbé az idő, akkor a Móra Kiadó standja mellett. Ezek a könyvek nagyon szórakoztató lányregények, eddig úgy tudom kizárólag amerikai szerzők, női szerzők művei, ahol sokszor az a dramaturgiája a regénynek, hogy egy kicsit lúzer, kicsit tenyeres talpas lány megtalálja a saját énjét, és aztán menő lány lesz belőle. Nagyon viccesek, nagyon humorosak, és a romantikai sem marad el ezekből a regényekből sosem. Tulajdonképpen a Pink is sok szempontból hasonló, csak kisebbeknek szánt könyvek, kicsit fiatalabbak lányoknak szánt könyvek ezek, úgyhogy ezeket is mind nagyon ajánljuk. Még egy programra viszont hadd figyeljem fel a figyelmet, ez szintén vasárnap 22-én lesz 3 és 4 óra között, két nagyon izgalmas kötetünkről, a Több mint én című angol regényről és a Titkos mozi című Pacskovszky Zsolt könyvről fogunk beszélgetni. Mindkettőben megjelenik a paranormalitás, az egyik egy krimi, thriller, a másik pedig egy nagyon különleges hangulatú Párizsban játszódó regény. Erre is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.
tehát Háborúk és békék lesz a címe a Pitkenstein és a Gönn páros könyv bemutatójának, ahol a szerzőkön és a szerkesztőkön kívül Molnár Ilona és Molnár Levente is részt fog venni, ők szinkron színészek, ők fognak felolvasni a két regényből, Molnár Ilona többek között a Trónok harc egyik főszereplőjének magyar hangja is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ezt a fantasy hangulatot majd hogy fogja a Pitkenstein felolvasása során megidézni. Pitke és Prém Majoros Nórától, a Gömb Zágoni Balástól és Sortalanság Ördög Ottótól. A Móra Kiadó könyvfesztiválra megjelent újdonságairól volt szó az elmúlt percekben. A könyvklubban Gerendai Barságnest hallották.